Két nem mindennapi kiállítás nyílt a Paksi Képtárban. Az 1-2 felkiáltójel kérdőjel itt jelentkezzen 5 egyforma ember tárlat, az 1970-es évektől napjainkig dolgozza fel a konceptuális művészetet. A cím a kiállításon látható három emblematikus műalkotás játékos összevonásából jött létre. Ez egy olyan kiállítás, ami 1984-ben egy meg nem valósult kiállítás. Lényegében azért muszáj módosítani a kiállításon, ugye az idő azért halad, de ez a Nemzeti Galériában lett volna egy megvalósított kiállítás, amihez akkor egy katalógus tervben volt, amit a Magvető adott ki, de ez egy meg nem valósult kiállítás, és ezt a meg nem valósult kiállítást valamennyi, azt mondom, hogy inkább egy kis mutációval, de megvalósítottuk. Ez egy nagyon dokumentatív, nagyon sok csavar van ebben a kiállításban. Elsősorban a látogató nem biztos, hogy észre fogja venni. A szakmának egy nagyon nagy feladvány ez a kiállítás, hogy össze lett rakva. A kiállítás azt mutatja be, hogy a művészet hogyan mozdult el a gondolkozás irányába, aminek a következtében az alkotások terén is egy fordulat, átlényegülés történt. A cél, hogy az emberek a felszínnél mélyebbre lássanak, gondolkozzanak. Hogyha mondjuk egyet lépünk az illúzió talaján, itt van ez a remek munkája Power Gyulának 1971-ből, hogyha ezt itten kinyitjuk, akkor Marx Károlyt találjuk mögötte. Egy újság kivágást látott meg Power Gyula, a pseudo kiváló feltalálója, és ha ezen a maszkal ő ezt letakarja, akkor Marxból kibontakozik Lenin alakja. Valahogy így kellene a világról, a művészetről, a jelenünkről is gondolkodni. Ezt szeretné ez a kiállítás üzenni a látogatóknak, és hát azt is, hogy itt nem egy történeti anyagról van pusztán szó, hanem aktuális, működő, izgalmas és gondolatgazdag művekről. A tárlat központi eleme a tüntető táblaerdő, ami egyszerre emlékmű és egyben egy vizuális verses kötet. A másik tárlat a jelentés paralaxis, amit az érdeklődők a képtár hangárában tekinthetnek meg. A kizárólag analóg vetítőeszközökből összeálló kiállítás a média és az informatika fejlődését közti össze szimbolizálja.